termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Na hát azt megtudtuk, hogy a csehek még mindig a legnagyobb sorívók, és azt valószínűleg nem fogják elveszíteni ezt a címüket. Viszont ezen kívül elég sok minden mást is csinálnak a csehek. Itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Nem tudom, mi legyen az első. A V4-ből V3 esetleg? Vagy... Nem, hanem hogy így általában a csebelpolitika, az hogy néz ki. Mert igen, hogy így ebből talán kevesebbet látunk innen Magyarországról, mint akár a V4-ről, akár az Európai Unión belül betöltött szerepükről. Jó reggelt, Botond, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Nagyon jó választás a belpolitikai indulás is, mert igazi kis csemegével tudok szolgálni. Ugye Csehországról talán egy magyar olvasó annyit biztosan tud, hogy nagyon instabil kormányzatok váltogatták egymást az elmúlt évtizedekben. Úgy van kitalálva a rendszer, hogy alacsony küszöbbel elég sokan, sokféle párt bejut. Ennek megfelelően most a legutóbbi tavaly őszi választáson egy gyakorlatilag 5 párti koalíció alakult, tehát egy 3-as szövetségi lista és egy 2-es szövetségi lista szerezte meg végül a 108 helyet a 200-ból a parlamentben. Na de ez viszont egy olyan színes történet, hogy benne van gyakorlatilag az ő MDF-jük, tehát az ottani ODS párt és az ezt vezető Petr Fiala, aki miniszterelnök lett, és most ugye az elnökséget is vezető cseh kormányfő, de ebben benne vannak a polgármesterek pártjai, és benne van a cseh kalózpárt is. Tehát így képzeljük el, hogy ez egy nagyon-nagyon széles koalíció, ami most azóta működik. Petr Fiala, és akkor megint érezzük a finomságát azért itt a V4-es országok működési különbségeinek. Ő a Masaryk Egyetemnek volt Brünóban a rektora hosszú időn át. Tehát ő az első politika tudós, akiből aztán politikus lesz. Ugye ilyet azért láttunk felénk is. Viszont egy nagyon-nagyon sikeres egyetemet épített föl, tehát 45 ezer hallgatóval bővítette, és megint csak a perspektívák, tehát az Antarktisz nyitott a Masaryk Egyetem kutatóközpontot az ő regnálása alatt, vagy éppenséggel egy nagyon kiváló európai pénzekből működő kutatóközpontot hozott létre, ami azóta is működik, tehát nem csak eltették a pénzt. Úgyhogy tehát egy sikeres akadémiai emberből lett valaki más, és aztán ugye ő az a Petr Fiala, aki elmegy Kaczynszkijékkal a legelső kijevi látogatásra, amikor elindul ez a széria, hogy állam és kormányfők meglátogatják Zelenszkijt Ukrajnában a háborús újított övezetben. Na most ők vannak tehát hatalmon. A belpolitikai érdekességnek talán még annyit, hogy a legnagyobb, mondjuk úgy, hogy radikális vagy szuverenista párt, egy tokiói születésű cseh által van vezetve, Tomio Okamura, aki viszont egyébként Le Pen szövetségese, tehát hogy értem. Egészen finom ez a belpolitika. Tehát, hát figyelj, globalizálódott ez a dolog, tehát akárhogy próbálunk bizonyos helyeken kerítéseket, meg mindenféle falakat emelni, azért mégiscsak történnek ilyen dolgok. És mik a törésvonalak a cseh belpolitikában? Mik azok a vitás pontok, amin őrre mennek egymással a felek? Hát nézd, most nyilván mindenkinél itt is az infláció a fő kérdés és a gazdasági helyzet, de egyébként ők is szeretik a külpolitikában az örremenést. Tehát azt kell mondjam, hogy az ilyen aktuális gazdasági kérdések, vagy Andrej Babis mentességi jogának kérdései, az előző miniszterelnök, akinek a pártja újra a legnépszerűbb egyébként, ám de úgy tűnik, hogy 2 millió eurós támogatással nem annyira tudott elszámolni, vagy hát kérdések merültek fel a nyomozás során. Tehát vannak ilyen, mondjuk úgy, hogy hagyományos belpolitikai törésvonalak megtekinthető ügyek, és emellett pedig ők azok, akik a leginkább mind lokális szinten, mind regionális szinten is kifejezetten kínaszkeptikusokká váltak. Tehát itt egy elég erős kínaszkeptikus vonal alakult ki a mainstream belpolitikában, és mondjuk néhány, tehát ugye van Csehországban van kommunista párt a mai napig, ők kifejezetten úgy tűnik, hogy az ő médiájuk az eléggé egyező üzeneteket hoz a kínai médiával, erről sok kutatás van, és hát orosz kérdésben pedig eléggé egyértelműen
Megvan az a támogatás, hogy most Ukrajnát kell segíteni ebben a bajban. Az, hogy Babis neve szóba került, az engem személy szerint meglep, hiszen ő meglehetősen viharos körülmények között távozott, megbukott, korrupcióval vádolták, tehát hogy ezek szerint a Csebbel politikában is van visszaút gyakorlatilag a kút mélyéről is? Nagyon érdekes egyébként ezt a görbét megnézni, mert tényleg azt történt, hogy a választásoknak a néhány hónapjára ez a Sporu nevű hármas koalíció ez tudott többséget szerezni, és ugye még így is koalíció kellett ahhoz, hogy a parlamenti többsége meglegyen. Viszont az ÁNO, tehát Babis pártja, ők most töretlenül az első helyen állnak, tehát 30% fölötti népszerűséggel. Úgyhogy ott is gyakorlatilag most nagyon messziről nézzük, akkor a Trumpi boszorkányüldözés narratívával Babis a saját híveit meg tudja tartani. És csak, hogy nagyon röviden értsük, tehát itt ugye arról van szó, hogy nagyon sok cége van, többek között agrárcége, és ez az agrárcég birtokolt egy nagyon nagy földterületet. De kiderült, hogy csak kis és közepes birtokosoknak lesz támogatás, és akkor hirtelen 250 hozzáköthető cég kezdte el birtokolni ugyanazt a területet, amire aztán felvették a támogatást, majd mikor lejárt a támogatás, véletlenül lejárt a céghez került ez a mezőgazdasági terület. Tehát az optikája meglehetősen rossz ennek a történetnek. Igen. De határozottan úgy tűnik. Na, most nézzük a csehek külpolitikáját, és akkor ilyen nyissunk. Európai Unión belül ugye a V4-ek, ha még értelmezhető ez a betűszó. Már ugye annyira nem, már V3-ak inkább. Nem ebben utaznak. Tehát, hogy ők, hogyha működik éppen a V4 vagy a prágai érdekeket és segítek, akkor természetesen használják ezt a formációt, de ők most kifejezetten érdekeltek a szlavkovi háromszögbe, tehát a Bécs-Pozsony-Prága együttműködésben. Ugye ők azért mondjuk úgy, az osztrák munkakultúrával meg tudnak barátkozni elég könnyen, tehát ebben nekik gazdaságilag és politikailag is van ráció. És nyitnak e felé. Ugye a lengyelekkel van bányavita, vannak kisebb szimbolikus politikai vitáik a közös határ kapcsán. Nincs akkora barátság, mint amit az ember magyarként gondolna, hogy két szláv nemzet között lehet. Tehát erről egyáltalán nincsen szó. Viszont nyilván a szlovákokkal történelmileg megmaradt egy nagyon szoros együttműködés, hallgatói mobilitás, és ennek megfelelően látunk szlovák-szlovákiai magyar színészeket a cseh filmszcénában. Volt szlovákiai származású polgármestere Prágának, most egyébként, ha jól emlékszem, éppen Kalóz polgármestere van. Tehát nagyon-nagyon izgalmas ez az egyveleg, és Brünóban ugye mai napig ugyanúgy, ahogy a Kárt Egyetemen van szlovákiai-magyar diákszövetség. Tehát, hogy ezek is jól mutatják, hogy azért a csehszlovák múlt az a mai napig a politikai szövetség értelmében is segíti őket. Tehát a Visegrád ebben egy alternatíva, ami azért politikailag, főleg most a Fiala kormánynak mondjuk úgy, hogy nem a mainstream alternatíva. Na és akkor mi van így globális törésvonalak, erőterek mentén? Mennyire elkötelezett NATO tag, mennyire elkötelezett EU tag Csehország? Hát elkötelezettségét nézve egyébként a legszkeptikusabbak közé tartozik, tehát maga Fiala is ő magát talán azt mondanák, hogy soft euroszkeptikus, de ez nem jelenti azt, hogy le akarja bontani az EU-t, nem akarja megszüntetni az Európai Parlamentet, hanem a szubszidiaritást gondolja a vezérlő elvnek, amit az ilyen szövetségeknek vagy struktúráknak vinni kéne. Ugye a NATO-ban is, tehát a csehek alapvetően egy szkeptikus nemzet, és ez így volt, tehát ez most nem az orosz-kínai egyéb reakciók miatt van, hanem a közvéleménykutatási adatok ezt régóta mutogatják. Viszont ami egy picit megpöckölte itt a kedélyeket, nem tudom, hogy ti mennyire emlékeztek rá, de ugye itt volt egy óriási botrány a cseh-orosz kapcsolatokban, még messze a háború előtt, amikor kiderült, hogy egy 2014-es hadianyaggyár robbantást azt orosz különleges egység követett el. Bizony, az nagyon érdekes volt. És mit csináltak ott? És azért beszéltünk is róla, aztán utána minden elcsendesült. Na most igen, tehát utána kiutasítottak 18 orosz diplomatát. Tehát 14-es a történet, és ha jól emlékszem, akkor 20-ban kezdték ezt felgöngyölíteni, mert hogy kiderült, hogy pontosan ugyanaz a két ügynök is érintett volt ennek a
fegyverraktárnak a felrobbantásában. 50 tonna lőszerről beszélünk, jó? Tehát most nem egy szimbolikus robbantástól, és két helyi cseh áldozattal együtt, akik a Skripal gyilkossági kísérletet csinálták a novicsok idegmérekkel az Egyesült Királyságban. Tehát amikor a britek közé teszik ennek a két elkövetőnek, Sergei Skripal és lánya megmérgezésével gyanúsított elkövetőknek az identitását, akkor jönnek rá a csehek, hogy hoppá, ők Prágába is jártak 2014-ben, és vajon miért? És onnan kezdődik ez a felgöngyölítés. Csak hogy teljesen egyértelmű legyen a kapcsolódás, egyébként az a bolgár üzletember, aki birtokolta ezt a cseh országi területen álló fegyver és hadianyaggyárat, őt pontosan kétszer próbálták ugyanazon a novicsok méreggel is megmérgezni annak idején. Mi bajuk van az oroszoknak? Te ezt érted? Azért, hogy mondjam, egy béke időben azért egy ilyen diverzáns akció az nem bevett gyakorlat szinte a világban sehol sem. És rendkívül kockázatos, hiszen nagyon-nagyon egyértelmű, nagyon-nagyon erőszakos, nagyon-nagyon nyilvánvaló, és nagyon megrontja a két országnak a viszonyát. Tehát miért kellett ezt az utat választaniuk az oroszoknak, hogy egy cselőszerraktárat felrobbantanak? Mi történhetett ott erről? Bármi információ az utanapvilágot látott? Két, nincs biztos, tehát nem, ugye ezeket nem lehetett elkapni, ezeket a fickókat, ők Oroszországban vannak, de két dolog látszik időben összefüggeni, ugye 2014 őszéről beszélünk, pont akkor, amikor Donetszkben az első ukrán-orosz összecsapás idején a legsúlyosabb konfliktusok voltak, és ez a gyár szolgáltatott oda is hadianyagot minden legjobb tudomásunk szerint. Tehát van egy ilyen, adott esetben, ha úgy tetszik, már Ukrajnához köthető nagyon pragmatikus oldala, hogy akkor is akartak vagy figyelmeztetést adni, vagy pedig a közvetlen fegyverszállítást megakadályozni. Másrészt pedig az Assad ellenállóknak is adtak el eszközöket ezekből a konglomerátumokból. Tehát alapvetően egy olyan direkt orosz érdek volt az, hogy ezek az üzletek ne jöjjenek létre. Hogy önmagában erről van szó, vagy pedig ez a Gebrev nevű bolgár tulajdonos esetleg mást is máshol csinált, ez már egy külön beszélgetés, de hát ennyire, ugye 2014 ez már egy brutális töréspont, csak hát ezt ugye mi 22-ben vettük észre. Uh-huh. Erről sokat beszélgettünk, hogy itt az oroszokat nagyon-nagyon elnéztük és elszámoltuk, ez már akkor így volt. Uh-huh. És ugye a csehek is ennyivel később jönnek rá, és kiutasítanak diplomatákat. Tehát azért ez egy, hát az orosz-cseh kapcsolatokat most már narratívájában meghatározó történetté növi ki magát. És ugyanígy, amikor 2020-ban egyébként Kínával kapcsolatban, 2020-ban egy cseh szenátusi delegáció látogat el Tajvan szigetére, ugye onnantól kezdve kőkemény kínai retorziók vannak. Tehát mind a médiában, mind gazdasági értelemben. És éppen ezért a csehek most már arról beszélgetnek itt az új kormányzat alatt, hogy a kínai 16 plusz 1-es formátumot azt lehet, hogy ők el is hagynák, vagy kiszállnának ebből. Tehát szemben a lengyelekkel, akiknél láttuk, hogy ott egy kis közeledés indult el taktikai okokból, a csehek kifejezetten Kína kritikusokká nőttek ki, és nem azért, mert Amerika barátok, hanem azért, mert ez a háveli kis ország barát, és ebből következően Tajvan barát hozzáállásuk, ez megmutatta nekik elég hamar a kínaiaknak a valódi szándékát, vagy azt, hogy mire képesek, hogyha valaki nem úgy csinálja, hogy azt ők elképzelik. Igazi profi vagy, Botond, mert a kedvenc és egyben utolsó kérdésem, mert így hangzott volna, és a kínaiak, azt már meg is válaszoltad Csehországban kapcsolatban. Igen, a kínaiakat már nem teszik fel. Jó van, Botond, azt azért harangozzuk be, hogy most nyáron tartunk olyat, hogy mindenféle ismert szakembereket megkérünk, hogy ugorjanak be műsorvezetőnek, és te csütörtökön jössz ide a stúdióba, úgyhogy sok-sok mindenről lesz szó természetesen, ami a te otthoni pályád, úgyhogy ezt majd akkor a kedves hallgatóknak is mondom, lehet kérdezni majd a Botontól, és akkor szerintem egy kicsit többet külpolitizálunk, mint ahogy szoktunk egész nap, úgyhogy akkor majd szeretettel látunk itt nálunk. Nagyon köszönöm a meghívást, nagyon várom, és hát remélem, akkor a hallgatókkal SMS-ezgetünk majd a csütörtök hajnalban. Köszönöm szépen! Köszi szépen, addig szervusz! Sziasztok! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, Adóvilág rovatunkban, Csehországban járunk a Borostyán út országai között. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk.
Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Na hát, egy kiváló aranyköpést választottunk, mégpedig én nem értem, Joey Tribbiani-tól. Matt LeBlanc 1967-ben született ezen a napon. A Viber szavazást megkezdtük a Viber oldalunkon, megkérdeztem, hogy ma van Matt LeBlanc születésnapja, ezen apropóból kérdezzük, ki volt a legjobb férfi karakter a Jóbarátokban. Nagyon 30, örülök az eredménynek, 31% mondja azt, hogy Joey, 7% azt, hogy Ross, és 16% mondja azt, hogy Chandler. De elhallgatod 40, a lényeget, hogy 45% pedig azt mondja, hogy nem tudom, nem érdekel, nem nézek jó barátokat. Tehát nem hallgattam el, hanem belém folytod a szót, azt direkt raktam be azt, nyilván azért, mert mint az elején fogalmaztam, nagyon megosztó a sorozat. Így is, hogyha azt mondta, hogy az a lényeg, akkor a 46%-hoz képest a másik oldal, az ugye 54%, az viszont szereti a jó barátokat, úgyhogy többen vannak egyelőre. Mindenesetre 30%-a azoknak, akik szeretik, azt mondják, hogy Joey a legjobb karakter. A következő idézetet szeretném, ami egyébként szerintem hozzád nagyon jól passzol. Nem, András. Hozzám nem passzol. Teljesen passzol. Felháborító. Nem tudta eldönteni. Hát a férfi Maslow piramisnak az alján azért ott vannak ezek a dolgok, és Joey-ról tudjuk, hogy ő egy nagyon alap szinten dolgozó ember. Kaját, szexet, kaját, szexet, nem tudom. Egy nő kell kenyéren, fogalmazta meg Joey Tribbiani a megoldást azok számára, akik nem tudják eldönteni, hogy mi a fontosabb. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Guitar right on cue, say here,